Megrongálták a reflektorokat, mondd meg nekem, mit dalolsz, állattenyésztés kihívásai Karcagon, bővülnek az online intézhető ügyek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. december 18-án 18 óra 5 perckor. Koncz Tibor Esperessel arról beszélgettünk, hogy van egy jó és egy rossz dolog is a református nagy templommal kapcsolatban. A jó dolog, hogy egy régi álmot valósítottak meg azzal, hogy megvilágították reflektorokkal a nagy templomot. Ez volt a motiváció, másrészt az, hogy a város közepén lévő épületet látja meg először az ide érkező, és ezt kivilágítva egyfajta támponton adhat számára. Ez egy nagyon régi álom, amit meg tudtunk valósítani, már azt kell, hogy mondjam, hogy évtizedes álom. Mindig volt a gondolatunkban, és mindig volt valami, ami miatt ez nem valósult meg. Ez a megvilágítás, ez a reflektorral való megvilágítás. Az elsődleges az, mondhatom, az volt, hogy nem nagyon találtuk azt a módot, azt a formát, amivel úgy tudunk a városnak szolgálatot tenni, hogy nem terheljük meg a várost, és nem terheljük meg magunkat sem. És most valahogy valószínűleg a technológiának köszönhetően elérkeztünk erre a pontra, hogy ha megvalósítjuk, már pedig megvalósítottuk, és megvalósítattuk, akkor a fenntartása nem lesz olyan bennünket megterhelő. És így nem kell a város sem erre kérni. Tehát ez volt a motiváció. Az volt a másik motiváció, hogy mégiscsak itt van a város közepén ez az épület, és aki érkezik ebbe a városba, akár mely irányból, és mégis a központon keresztül megy, sötét órákban, akkor legyen már egy biztos pont, amit esetleg távolról is lehet látni. És a harmadik pedig az volt, hogy szeretnénk ezzel is szolgálatot tenni, ez még nem valósult meg, de ennek ellenére nem mondtunk le róla. Technológiailag még nem annyira egyértelmű, hogy lehet megoldani, hogy szeretnénk, hogyha ünnepek alkalmával nemzeti színben pompázna a nagy templomnak a tornya, ez az a 44 méter, hogyha piros-fehér-zöldben pompázik, akkor azt gondol, hogy mindenki büszkén tekinthet az épületünkre, és sugározza azt az értéket, amit mi magunk képviselünk, a reformátusság. A rossz dolog a következő. Meglepetés volt az Esperes számára, hogy a kihelyezett 11 reflektorból 4-et szétvertek ismeretlenek. Meglepetés volt számomra. Meg kell, hogy mondjam, hogy ma sem tartom másnak, mint diákcsínynek. És ugye lehet mondani egy idősebb emberre is, hogy még mindig tanul, tehát nem úgy értettem, hogy korosztályilag, hanem az elkövetés módjában. Ez rongálás volt. Ennek két oka lehet, az én gondolkodásom szerint. Semmiképpen nem veszünk magunkra, tehát ez nem hiszem, hogy ez valami a vallás elleni nyilatkozattétel lenne így gyakorlatban, hanem sokkal inkább, hogy új helyzet, egy megvilágított templom, az a megvilágított környezetet is jelenti. És azért tudjuk mindannyian, hogy a főtéren nagyon sokszor nagyon sötét van, és nagy valószínűség, hogy ez is valakiket zavarhatott. Nem voltak ehhez hozzászoktva. A másik dolog pedig az a fajta gondolkodás, hogy valami nagyot érek el azzal, hogy a mások által megépítettet rongálom. Ismerjük ezt az észjárást, azt gondolom, hogy ez lehetett a fő motiváció, és azt el tudom mondani örömmel, hogy egyrészt a 4-ből 2-t vissza tudtunk állítani, 1-et megtaláltunk, azt idővel később megerősítve vissza tudtuk helyezni, és visszakaptuk a rendőrség, pontosabban visszakaptuk a rendőrséget, azt meg tudtuk csináltatni, és vettünk egy 1/4-et, az még nem érkezett meg, de azt is föl fogjuk tenni. Tehát összesen ebből a 4-ből 2-t automatikusan helyre tudtunk hozni, és a másik 2-t pedig idővel
szépen egyenesbe hoztuk a sorsát, és mégiscsak legyen már a végére jó hír, hogy azóta nem történt semmi, és ez nekem egy nagyon fontos dolog. Szerencsére azóta nem történt rongálás. A Nemzeti Tehetségprogram keretében Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató program támogatására című NTP OTKP 19-00-96 pályázati azonosító számon szereplő Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy elnevezésű nyertes pályázat 2019. október 1 és 2020. december 31-e között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 700 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Dúdoló zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Molnárné Győri Erika tehetséggondozó óvoda pedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a zenei tehetségek felkutatása, fejlesztése. A szülőkkel közvetlen zenei környezetben való közös szabadidős és lazító programok megvalósítása, amelyek által a szülők is átélhetik, érezhetik a zene jótékony és sokoldalú hatását. A magyar népi játékok megismertetésével betekintést nyerhetnek néphagyományainkba, helyi kulturális értékeinkbe. A karcagi származású dalok, mondókák, dalos játékok, a komplex feldolgozás része, a népi hangszerek, néptánc megismertetésével, változatos zenei képesség és készségfejlesztés összekapcsolásával. Olyan zenei anyagot választottam, amely csak tiszta forrásból ered, ami zenei ízlésvilágunkat formálja gyermekeinken át családjaik körében. A hagyományok felidézését követően közös lazító programok színesítették a projektet. Az élményszerzés során megismerkedhettek városunk népi mestereivel, Tyukodi László népi faszobrásszal, aki bátran motiválta a gyermekeket ennek a művészeti ág kipróbálásában. Felesége Tyukodi Lászlóné, gyöngy ékszerkészítő, csuhéfonó hímző, a csuhéfonó fortéjait mutatta be. A Bene tanyán, a tanyán élő emberekkel, tanyacsi élet szokásairól kaptunk betekintést. Továbbá ellátogattunk a Györf István Nagykun Múzeum állandó kiállítására. A honsvétra hangulódva munkadélután szerveztünk a szülőkkel, ahol régi hagyományos módszerek felevelenítésére festettük meg a tojásokat. A közös programok megélésével az összetartozás élménye az érzelmi gazdaság mindenki számára erősödött. Az állattenyésztés a mezőgazdaság egyik fő területét képező gazdasági tevékenység. Az állattenyésztés legfontosabb célja a hús, tej és tojás termelés, valamint a textil és bőripar számára fontos nyersanyag biztosítása. Hosszú évszázadokon keresztül az állattenyésztés a növénytermesztés egyik kisegítő ágazata volt. A munkákat állati erővel végezték. Napjainkban is általában összefügg két tevékenység, a növénytermesztést segíti az állattenyésztés, például trágyázás, és fordítva például a takarmány növénytermesztés. Már a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált. Az állattenyésztés legfontosabb célja az állati termék előállítása. A haszonállatokat anyagi nyereség reményében tenyésztik. Egy sajátságos év, a termékek, termelvények, takarmányok ára drasztikusan emelkedik, az előállított állattenyésztési termékek ára viszont csökken, és sajnos igaz ez mindenre, igaz ez a sertésre, igaz ez a marhahúsra, igaz ez a baromfira, baromfin belül is nem csak a broilerre, hanem a pulykára. Ezért most az állattartó gazdák nagyon megszámolják, hogy mekkora az az állomány létszám, amit tovább visznek, hiszen mondhatjuk azt, hogy drasztikus áremelkedés történt a takarmánypiacon. Évelején még teljesen fordítva volt, egy konszolidált takarmányár, elfogadhatóan magas élő állatár, illetve húsár. Ez most teljesen megfordult, felborult, úgyhogy mindenkinek nagyon számolnia kell, nagyon néznie kell, hogy mennyire hatékonyan tud dolgozni, mert akinél a hatékonysággal gond van, ott nagyon hamar átfordul mínuszba, és a gazda
sokszor kényszerből eltűr valamennyi mínuszt, de van az a határ, amikor már meg kell húzni a vonalat, és akkor úgy kell döntenie, hogy az éppen adott állatállományt értékesíti, vagy továbbtartásra másnak, vagy vágásra kerül, és megesszük. Egyetlen egy gazdálkodótól sem lehet azt elvárni, hogy mondjuk a kukoricáját, amit el tud adni 60 forintért, azt úgymond úgy számolja, hogy 40-ért eteti meg az állatállományával. Most arról még nem is beszélve, hogyha valaki állatot tart, az egy évben 365 nap munka, és hogyha még mellette jobbáron el tudja adni a terményét, akkor azért szerintem előbb-utóbb ezt a döntést fogja meghozni. A kettős hasznosításkor többféle termék közül kettő nagyobb súllyal rendelkezik, mint például a hús és tej irányú szarvasmarha tartás, illetve a gyapjú és hús irányú gyú és kecske tartás. A nem jövedelmezőség miatt azért látok csökkenést a sertésállományban. Városunkban a nagyüzemi vagy nagy volumenű baromfi tartásnak annak nem igazán van hagyománya, nincsenek is erre berendezett állattartó telepek. Ugye van a szarvasmarha és a sertés, ami karcagon az öme az állatállománynak. Szarvasmarhában történt csökkenés a nagyon ingadozó, de alacsonyan maradó tejár miatt. Volt olyan gazdaság, aki úgy döntött, hogy nem tartja tovább ezt az állományt. A sertésesek még kitartanak. Már csak azért is, ugye úgymond van a klasszikus háztáji, az évről évre csökken, de azért még Fazekas miniszter úrnak köszönhetően ugye itt elindult évekkel ezelőtt az Osan háztáji sertés program. Ez a mai napig megy, a mai napig tartja az Osan ezt a programot. Ez azért jó, mert az ott fizetett prémium ár még mindig ilyen takarmányárak mellett is gazdaságossá teszi a sertéstartást azoknak a gazdáknak, akik részt vesznek ebbe a programba. Kapunk a kormánytól támogatást, segítséget, lehetőséget. Ugye itt a állattartó telepek, legyen ez kicsi vagy nagy, korszerűsítését következésképp a hatékonyság növelést továbbra is támogatják, illetve járványvédelmi beruházásokat is támogatnak, a dupla kerítés, a megfelelő öltözőépület kialakítása, a fertőtlenítő medencék, tehát erre azért jelentős támogatásokat lehet kapni. Az is igaz, hogy aki ilyet igénybe vesz, annak van tartási kötelezettsége is, tehát azt a gazdasági kockázatot viszont be kell vállalnia, hogy a különböző áringadozások hatásait azt nem fogja helyette senki viselni. A termék, legfőképpen a hús és a tej kiemelkedő hozamú termése hosszú tenyésztői munka eredményeképp lehetséges, ilyen hasznosítás főképp a fejlett országokban találunk. Jövőre ismét bővül az online intézhető ügyek köre. 2021 elejétől már a háztartási munkával kapcsolatos bejelentések is teljesíthetőek online formában, vagy a turizmus fejlesztési hozzájárulás bevallása. A NAV közleménye kiemeli, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson belül újabb online nyomtatványokkal segítik, hogy külön programban telepítése nélkül bárhol, akár mobiltelefonon is intézhessék adózással kapcsolatos ügyeiket az emberek. Jövő év elejétől a háztartási munkával kapcsolatos bejelentések mellett a nullás bevallás kiváltására szolgáló nyilatkozat beküldése a webes felületen még egyszerűbbé válik. Az egyre népszerűbb kisvállalati adózás megkönnyítésére a Kiva bevallás szintén elérhető lesz az UNYA felületén, és a turizmusfejlesztés hozzájárulás bevallására szolgáló nyomtatvány esetében is csupán néhány adat kitöltésével benyújtható lesz a bevallás. A felületeken bárki elérheti a NAV-nál nyilvántartott aktuális adatait, amelyeket szükség esetén módosíthat, törölhet, továbbá adatokat kiegészíthet. Az azonosító adatok a bevallási nyomtatványokon is automatikusan megjelennek, ami gyorsítja és megkönnyíti a kitöltésüket. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!